Három fogadó órával folytatódott a lakossági fórum sorozat ezen a héten. Hétfőn Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel dr. Sánta Sándor települési képviselő várta a makóiakat a Királyhegyes utcai idősek klubjába 14 és 15 óra 30 között. Ezt követte Marosvári Attila fóruma a Pulitzer kollégium ebédlőjében 16-tól 18 óráig. A találkozók szerdán folytatódtak, szintén a Pulitzer kollégiumban. Itt Toldi János képviselő beszélgetett a makóiakkal. Minden lakossági fórum általános tájékoztatóval kezdődik. Itt a polgármester és az alpolgármester ismerteti a résztvevőkkel az önkormányzat aktuális ügyeit. Az elmúlt rendezvényeken az Alföldvíz ZRT-vel való tárgyalások, a járdaprogram jelenlegi állása, a koronaszálló kiürülése és a csatornázás utáni hiányosságok hangzottak el. A szépkorúak is hallhattak egy fontos hírt, hiszen a polgármester kijelentette, a nyugdíjasok karácsonykor 5000 forintos étkezési utalványt kapnak. Így közel 3370 év feletti kapja meg Erzsébet utalvány formájában. A lakossági fogadó órákból még kettő van hátra. Jövő hét kedden Cirbus Gábor alpolgármester a Signum előadó termében tart fórumot 16 és 18 óra között. Csütörtökön pedig Gáspár Sándor a Munkás utcai idősek klubjába várja a környékben élőket, szintén 16 órától.